Üdvözlök mindenkit, Nekrokrim vagyok. Mondhatnám azt is, hogy emlegetett Szamár. Mármint most nem magamra gondolok, de a minap csináltam egy videót a PUBG-ről, mert hogy nem vagy YouTube-os, nem csinálsz manapság videót a PUBG-ről. Na de, komolyra véve a szót, annak a videónak az egyik mondani valója az az volt, hogy addig lesz a PUBG sikeres, amíg egy több pénzzel rendelkező kiadó, vagy nagyobb cég, mondjuk, mint az EA, a DICE, vagy a Treyarch-ral az Activision, bele nem fektet pénzt, vagy rá nem ébred ennek a Battle Royale-nak a potenciájára, és el nem kezd valamit tenni ez ügyben. Na most, itt két út van ezzel a dologgal, mert a másik videóban, amit csináltam a PUBG-ra, volt nekem egy jóslatom, hogy ez egy ilyen hype vonat jelen pillanatban, ami nagyon-nagyon felkapott lett, és egy adott ponton, úton lefelé kezd majd hanyatlani. És azért mondom, hogy két út, mert hogy vagy így van, vagy nincs így, és ezt a több pénzzel nagyobb cégek, az elemzők, a gazdasági elemzőik látják, hogy ebből nem sokáig lehet sok pénzt kihúzni, és ezért nem is fektetnek bele energiát. Vagy éppen azt látják, hogy van benne potencia, mert hogy, és itt jön a mert hogy, biztos, hogy tudjátok, mostanra már a következő Call of Duty, már aki figyelemmel követi a Call of Duty-t, a következő Call of Duty az egy Black Ops 4 lesz. Már kíváncsi vagyok, hogy hova fogják csűrni savarni azt a történetet, bár élvezem a single playerjét a Black Ops-nak, tök jó volt, a multiplayerre, a harmadik Black Ops multiplayer egész kulturált volt. Kíváncsi vagyok, hogy hova viszik a negyediket, már megint ugra-bugrálni fogunk, akkor őrületet fogok kapni, hogy őszinte legyek, de meglátjuk, a single player-t élveztem, és hát Call of Duty az Isten szerelmére, ez egyik legjobb single player, zombi mód, anyám kínja, minden ott van, ami kell, egy szórakozás, ez igazából, még hogyha már halálra is unjuk a multiplayerjét, akármit találnak már ki. Na de, aki tudja, aki nem, Ázsiában létezik egy free-to-play Call of Duty, ami az MV2 és MV3-nak a térképeit öleli fel, és az free-to-play only mikrotranszakciókkal, valami olyasmit, amit mi Európában és Amerikában sosem fogunk látni, mert még mindig hajlandóan ki vagyunk kiadni 70 eurót a teljes játéké, plusz utána lootboxokat vásárol, mert bitch please. Nos, pedig szerintem masszív sikere lenne egy ingyenes Call of Duty-nak Európában és Amerikában is, és talán újra fel tudná virágoztatni ennek a remek játéknak, vagy remek franchise-nak a jó hírnevét, mondhatni így is. Nos, viszont, és miért mondom, hogy emlegetett Szamár, mivel hogy jelen pillanatban Ázsiában, ebben az ingyenes Call of Duty-ban, YouTube-on szörcsetek rá, Call of Duty Battle Royale. Bizonyám, a Call of Duty-sok beimplementáltak egy Battle Royale módot a kódba. És ez az a pillanat, amiről beszéltem a PUBG videó alatt, amikor egy nagyobb cég egy adott piacon, jelen pillanatban Ázsiában, ahol szintúgy a PUBG az egyik legnagyobb, beimplementál az egyik legsikeresebb játékukba egy Battle Royale módot. Na most, mi fog itt történni? És a pletyka természetesen felröppent, hogy a Black Ops 4-ben is lesz egy Battle Royale mód. Ezt nagyon pletyka szinten kezeljétek, Franz se tudja, hogy így van-e, de egyelőre ez a pletyka járja körbe a világot Call of Duty-nál, hogy a Black Ops 4-ben, ami idén ősszel jelenik meg, lesz benne egy Battle Royale mód. Na most nem tudom, hogy ez jó híre, vagy nem jó híre, kicsit kitárgyaljuk ezeket a dolgokat, jó? Valamikor anno a Call of Duty az egy innovatív játék volt, és az Infinity Ward, ami jelenleg ugye az EA-nél csinálja a Titanfall-t, ugyanaz a csapat dolgoztak a Modern Warfare szérián és a legtöbb Call of Duty-n, és egy innovatív csapat volt, és megújították minden téren a shootereknek a mechanikáját, de úgy szint, játékvilág szinten csomó új dolgot vezettek be, és megújították, és az egyik legsikeresebb játékokat mutatták be, miszerint ugye az Modern Warfare és a Modern Warfare 2. Na most a Modern Warfare 3-nak meg se kellett volna történnie, mert hogy anno
ez kellett volna legyen a Titanfall. Szóval az Infinity Ward terveket bemutatták az Activisionnek, és a Modern Warfare 3 a Titanfall kellett volna legyen. Viszont az Activision úgy döntött, és itt érzem úgy, hogy a Call of Duty hanyatlása igazán elkezdődött, az Activision úgy döntött, hogy nem, nincs Titanfall, túl kockázatos, legyen Modern Warfare 3. És akkor az Infinity Ward megalkotta a Modern Warfare 3-at, ami már nem lett, közel sem lett akkora siker, mint a Modern Warfare 2 vagy a Modern Warfare. Pedig, hogyha a Titanfall-t mutatták volna be a világnak, akkor, amikor megjelent volna a Modern Warfare 3, szóval a Titanfall lett volna a Modern Warfare 3, ha akkor bemutatták volna a világnak azt a játékot, senki sehol máshol nem csinált egy olyat. Tehát az lett volna megint csak az első, és biztos vagyok benne, hogy egy masszív siker lett volna, hiszen a Titanfall ebben a kontextusában, ahogy van, az egy is és a kettő is egy elképesztően jó játék. Nagyon jó játékok. És attól a pillanattól kezdve a Call of Duty más nem csinált, csak felzárkózott. Szóval csak mindent tök leköveted, megjelent a Titanfall és a futurisztikus játékok, akkor a Call of Duty-nak meg kellett jelenjen az Advanced Warfare, hogy nekik is legyen már ugra-bugrájuk. Ugyanez igaz Black Ops 3-ra, akkor a Battlefield kihozott egy World War 1-et, hát neki ki kell hozni World War 2-t, szóval egy ilyen, a Call of Duty fut a siker után, mondhatni úgy, nem innovál, hanem fut a siker után, és manapság a 21. századnak eznek a felében már iszonyatosan nehéz innovatívnak lenni. Szóval nem tudnak újat bemutatni a világnak, amit ne csinált volna meg egy indie cég, vagy egy másik nagyobb cég. És ez itt a probléma. Ez, úgy gondolom, ez az egyik nagy oka a kodnak a hanyatlásának. Viszont ugye, most itt van ez a Battle Royale mód, amit az Ázsiában már szépen be is raktak, beimplementáltak. És a kérdés a következő. Képes-e a Call of Duty a Battle Royale módot egy új szintre emelni, vagy csak szint úgy fut azon siker után, és próbál legombolni valamennyi pénzt erről a hype vonatról, mondhatni úgy, vagy képes-e összehozni valami jobbat, mint a PUBG, hiszen a CODnak a motorja erre tökéletesen alkalmas, hogy egy jobbat összehozzon, jobb hitbox, manapság jobb szerverek állnak rendelkezésre, és több pénzük van, ezért minőségibb szervereket tudnak alájuk rakni. Nem feltétlenül képes 100 playert ellátni egy szerver, de már láttam ilyet, még anno World at War-ban láttam olyat, ahol 100 fő egy szerveren neki esett egymásnak Call of Duty-ban, úgyhogy képes lenne akár 100 főt is elbírni az a motor, még mindig megfelelő hitboxal, lagmentesen, és ez anno történt 10 Hz-es szervereken, és most ugye 60 Hz-es szervereken vagyunk, tehát is lenne az Activision-nek pénz mögötte, de nem csak ez határozza meg. Ugye a PlayerUnknown Battlegroundnak az az előnye megvan, hogy ők voltak szinte az elsők, akik tökéletesítették és finomították a Battle Royale koncepcióját, ezért a tapasztalat mögöttük van, viszont, ahogy mondtam a másik videóban is, úgy érzem, hogy a belefordított pénzmennyiség, amennyit keresnek ezzel a játékkal, nem elegendő a fejlesztésre. Keveset fordítanak vissza a fejlesztésbe, az az igazság. Nos, viszont kíváncsi vagyok, a Call of Duty hol tudna sikeresebb lenni, mint a PlayerUnknown Battlegrounds, ha létrehoz egy hasonlatos környezetet, megfűszerezi a kodos, mondhatni varázssal, mondjuk így kodos varázssal ezt az egészet, és például innoválja a lootbox rendszert, amikor lootolsz a játékosoktól, innoválja azt, vagy tegyük fel, innoválja, hogy a térképen láthatod, hogy hol van egy lootbox, tehát bármi finomítást belerak, ami a PUBG-ből hiányzik, ha figyelnek egy kicsit a konkurenciára, és mire panaszkodnak a játékosok, és ha azon mind javítanak, akkor a Black Ops 4-ben, hogyha lesz egy Battle Royale mód, akkor tulajdonképpen a Call of Duty egy nagyon sikeres játék lehetne újra,
és kiemelkedhetne a tömegből, de ahhoz még akkor is arról van szó, hogy lekopíznak egy Battle Royale játékot, jobbá kell tenniük, mert ha nem, akkor csak arról fog szólni, hogy egy kis pénzt mi is leszakítunk a hype vonatból. Kíváncsi vagyok, mi a ti véleményetek? Játszanátok egy Call of Duty Battle Royale móddal, és most tegyétek félre a Call of Duty-val való előítéleteiteket, szóval, hanem gondoljatok bele abba, hogy a Call of Duty-nak a grafikai motorja, mozgáskultúra, fegyverek, minden, ahogy az a motor funkcionál, fényévekkel jobb, mint a PUBG-nak az Unreal Engine-je, ami szintú ugye kurva jó motor lenne, hogy őszinte legyek, de játszanátok egy Call of Duty Battle Royale mondta, vagy mi lenne az a finom hangolás, amit ti változtatnátok a PUBG-n, és szívesen látnátok mondjuk egy Call of Duty-ban, hogyha azt meglépné, és mi lenne az, amikor átpártolnátok egyenesen mondjuk a PlayerUnknown Battlegrounds-tól a Call of Duty-ra. Srácok, ennyi lett volna, ha tetszett a videó, akkor válaszolj a kérdéseimre, dobj egy lájkot. Ha kérdésetek van, akár Necrocrim Facebookon megtaláltok, Discord szerverünk ennek a videónak a leírásában használjátok, egészséggel csatlakozzatok, szobák vannak, minden. A következő videóig köszönöm a figyelmet, sziasztok!